Az orosz nyelv sem idegen a Széchenyitől, az egyetem minden lehetséges irányban bővíti nemzetközi kapcsolatait. Oroszország harmadik legjelentősebb műszaki egyetemével az elmúlt 5 évben vált még szorosabbá a viszony, amióta folyamatosan cserediákok tanulhatnak egyik, illetve másik intézményben. A moszkvai járműépítő egyetemmel és az Izsevszki műegyetemmel, ezzel a két egyetemmel van legszorosabb oroszországi kapcsolatunk, és most az egyetem rektorhelyettese és a nemzetközi kapcsolatok osztályának vezetője érkeztek hozzánk. Gyakorlatilag az Erasmus programokat fogjuk megbeszélni. Ez azt jelenti, hogy növelni szeretnénk a hallgatói csereszámot, szeretnénk oktatói, kutatói cseréket is megvalósítani, amelynek most már tényleg semmi akadálya nincsen, az Erasmus Plus-ban ez adott lesz, úgyhogy úgy gondoljuk, hogy nem csak a nagypolitika, de a felsőoktatás politika is észrevette azt, hogy több lábon kell állni. A két partner most úgy döntött, tovább mélyíti kapcsolatát, vagyis a jövő évtől még több Széchenyi is utazhat az Izsnyevszki Kalasnyikov Egyetemre, ahonnan szintén többen érkezhetnek a győri kampuszra. A rektor helyettes szerint mindkét félnek van mit tanulnia a másiktól, ezért is lehet gyümölcsöző a magyar-orosz kapcsolat. Mind a két fél igenis komoly dolgokat tud tanulni. A oroszok hagyományosan nagyon jók a természettudományokban és a mérnöki tudományokban. Például náluk nagyon erős a telekommunikáció, amit mi most újra megerősítünk, egyrészt a Huawei-jel való kapcsolatunk révén, de más különben is nagyon fontos stratégiai szempontnak tartjuk a telekommunikáció erősítését. Ugyanakkor nem kell mondanom, hogy mi hál' Istennek nem fegyvergyártunk, hanem járműgyártásba akarunk élen járni, és azt viszont ők nagyon is szeretnék megtanulni, meglátni, hogy hogy szervezzük. Közös terület a logisztika területe, ami rohamosan fejlődő szaktudomány. A Széchenyi legutóbb a kínai Huawei-jel kötött hosszú távú megállapodást, ezúttal pedig a Közép-Urál régióban található 1,6 milliós Udmurt köztársaság meghatározó egyetemével fűzte szorosabbra viszonyát. Ezek a lépések is jól illeszkednek a nyitott egyetem stratégiába, ami már évek óta jellemzi a győri kampuszt.